A műsorszám támogatója, a fogadás új formája, a V-Sport. Jó, újra heti két mérkőzés van most ebben a két hétben itt a karácsony utáni időszakban. Kevesen vagytok, hogy bírjátok a terhelést? Úgy gondolom, hogy mindenkinek ez egy új fajta terhelés, így az Európa kupából kiindulva is, amit még meg kell szoknunk fejben is, meg testileg is. Inkább az edzések többsége a taktikai elemekre épül, meg a hibáink kijavítására, és kevésbé a fizikai terhelésre. Igényel ez speciális felkészülést, vagy úgymond benne van a lábakban már az őszi Európa kupás időszak miatt? Így van, jó is, hogy említed. Igazából abban az időszakban már azért hozzászoktak rendesen ahhoz, hogy két meccs van, sorozatterhelés van, úgyhogy igazából nem ismeretlen nekik ez a terep. Elsősorban ugye a regenerációra fektetünk nagyobb hangsúlyt, illetve arra, hogy ne történjen sérülés, főleg azoknál a játékosoknál, akik még harcra foghatóak. Szerdán újabb mérkőzést játszunk a BKG otthonában. Mit vársz ettől a meccstől? Mindenféleképpen nyerni szeretnénk, ez szerintem egyértelmű. Kemény meccsre számítok, ugyanúgy, ahogy mondtad, hogy kevesen vagyunk, nagyobb a terhelés, de én azt gondolom, hogy fejben sikerül majd mindenkinek összerakni magát, és győztesen jövünk majd a pályáról. Hatalmas küzdelmet várok, nagyon remélem, hogy nyerni fogunk. Én úgy gondolom, hogy ha hasonló mentalitással és küzdéssel játszunk, mint a Vasas elleni második félidő alatt, akkor lesz esélyünk, és bízok a lányokban, és úgy gondolom, hogy meg fogják tudni csinálni ezt a feladatot. Üzensz bárkinek bármit? Hajrá, csata! Keresd fel weboldalunkat! Kövess minket a Facebookon, az Instagramon és a YouTube-on, sőt már a TikTokon is ott vagyunk!